Szia! Ahogy már említettük, 2018 az fontos évszám a Valdorac számára, mert idén 10 éves a rajziskola. Azt ígértük, hogy ebből az alkalomból az idei évre három nem mindennapi dologgal is készülünk. Az elsőt már elárultuk január 15-i videóüzenetünkbe, ami egy kiállítás lehetősége a Valdorac diákjai számára. Most pedig nézzük a második meglepetést. Ennek azok fognak leginkább örülni, akik a személyes tanfolyamainkat preferálják, mert az idei évre három vadi új tanfolyammal is készülünk. Lépj tovább! Ezt a mottót adtuk ennek a vadi új tanfolyamnak. Tudjuk jól, hogy sokan vagytok olyanok, akik már kipróbáltatok sokféle rajzeszköz, sokféle rajztechnikát, és jobbnál jobb képek kerültek ki a kezeitek közül. És azt is tudjuk, hogy sokakat izgat, hogyan kell valós térbeli modell alapján rajzolni. Mit szólnál hozzá, hogyha mostantól kezdve le tudnád valósághűen rajzolni bárki arcát, de nem referenciafotóról, hanem úgy, hogy ott ül előtted? Vagy élethűen le tudnád rajzolni a saját önarcképedet tükörből? A tavalyi évben már elkezdtük ennek az új tanfolyamnak az előkészítését, amikor olyan rajzklubnapokat hirdettünk, ahol a csendélet rajzolás volt a téma. Valódi térbeli tárgyakat rajzoltunk. Ezek a rajzok annyira jól sikerültek, hogy úgy gondoltuk, ideje tovább lépni. Jöhetnek most már az arcok. Ezen az új rajztanfolyamunkon valódi, térbeli megfigyelések alapján fogsz dolgozni. Mi lesz a téma? A saját önarcképedet fogod rajzolni tükörből. Sokak szerint ez a legnehezebb téma. Kihívás? Igen. Éppen ezért ezt a tanfolyamunkat nem a pálcik ember szintről indítjuk. Milyen előképzettséget igényel? Fontos, hogy tudj már valósághűen portrét rajzolni referenciafotó alapján kétszeres nagyításban. Előny, ha részt vettél már olyan rajzklubnapon, amikor a csendéletrajzolás volt a téma. Nézd, mi már megrajzoltuk a saját önarcképünket tükörből. Most rajtad a sor, hogy kipróbáld. Itt tudsz jelentkezni. Ezt a technikát 2015 óta tanítjuk, de eddig kizárólag csak a balatonföldvári alkotótáborainkban volt lehetőséged megismerni. Aki már kipróbálta, az beleszeretett. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a tanfolyamot most már Budapesten is elérhetővé tesszük. Milyen vegyes technikával fogsz nálunk megismerkedni? A festéket és a pasztelkrétát egymásra dolgozva, a kettőt együtt használva alakítod ki a festményedet. Miért pont ez a kettő? Mert óriási előnye, hogy hamar lesz sikerélményed, sokkal gyorsabban készülnek el a képek, mintha csak festenél, vagy csak pasztelkrétával rajzolnál. Ez a technika ráadásul kiválóan alkalmas a legbonyolultabb tájképek elkészítésére. Mitől olyan különleges ez a technika? Azért is, mert olyan speciális papír kell hozzá, amit itthon, Magyarországon nem lehet beszerezni. Külföldről szoktuk rendelni mi is. Igazi különlegesség, amihez csak a Valdorac rajziskola tanfolyamán juthatsz hozzá. Milyen rajztudás ajánlott, mielőtt nekivágsz ennek? Legalább alapszinten tud használni a festéket és a pasztelkrétát, azaz ha elvégezted a festő és a pasztel tanfolyamunknak az első szintjét, akkor bátran jelentkezhetsz erre a tanfolyamra. Itt. Az alaprajztanfolyamon megtanulod azt a látásmódot, ami ahhoz szükséges, hogy valósághű rajzokat tudjál készíteni referenciafotó alapján. Ez az első lépés. A második lépés pedig az, hogy nagyítva is tudjál élethűen rajzolni. Ehhez már sokkal magabiztosabban kell használnod azt a látásmódot, amit az alaprajztanfolyamon megtanultál. De ez a nagyításhoz még nem elég. Mit fogsz itt tanulni? Egy újabb megfigyelési szempontot fogsz elsajátítani, ami feltétlenül szükséges a komolyabb rajzokhoz. Ez lesz az alapja az élőből rajzolásnak is. Ezen kívül megtanítunk a nagyítás kétféle technikájára, és még mélyebben kivesézzük a szem, a száj, az orr és a haj rajzolásának mikéntjét. Kiknek ajánlott? Elsősorban azoknak, akik elvégeztek már egy alaprajztanfolyamot, ismerik a rajzolás öt alapkészségét,
és tudnak valósághűen portrét rajzolni referenciafotó alapján. Itt tudsz jelentkezni. Most már két meglepetésünket is elárultuk nektek. De ezzel még nincs vége, egy még hátra van. Addig is találkozzunk a kiállításon, vagy tanfolyamaink bármelyikén.